A legtöbb nő álma az, hogy egyszer édesanyává válhasson. Vannak, akik ez a gólya villámgyorsan bekopogtat, de akadnak olyan hölgyek, akiknek akár több évet is várat magára. Többek között Niki Bellucci és Béres Alexandra is hosszú éveken át küzdöttek, többször éltek meg érzelmi hullámvölgyeket, miközben a rajongóik mit sem sejtettek a fájdalmukból. A kissé számon kérő kérdést pedig többször is megkapták. Na, és mikor jön már a baba? Valahogy a nő hajtja, és ha szeretne babát, akkor megy, és bármi elé állhat, akkor is végigcsinálja. Nekem ez nem egy teher volt, hanem egy nagy lehetőség, és elsőre nem sikerül, de valahogy úgy vagyok vele, hogy nekem az életemben minden másodikra sikerül. Az köztudott, hogy a sztárvilágban sok minden nem az, aminek látszik. A villanó vakuk keresztüzében a hírességek élete mesebelinek irigylésre méltónak tűnhet, pedig mosolyuk többször leplezi fájdalmukat, magánéleti sikertelenségeiket. Számos közismert hölgy küzd azért, ami a legtöbb nőnek könnyedén megadatik. Az első vetélésnél teljes egy hétig padlón voltam. Niki Bellucci éveken át csak remélhette, hogy egyszer talán majd ő is a kezébe foghatja gyermekét. A népszerű lemezlovas és kedvesen nem értették, miért nem kopogtat be hozzájuk a gólya, hiszen fiatalok, szerelmesek, ráadásul ők is ugyanúgy megérdemlik a felhőtlen boldogságot, mint bárki. Egy műtét során azonban kiderült, szervi okok miatt nem jön a baba. Az egyetlen út a családalapításra a lombik, így nekiveselkedtek. Az első sikertelenséget azonban még kettő követte. A másodiknál próbáltam a klinikán visszatartani magam, és csak otthon sírni. Az egy ilyen két hét volt, amíg ilyen mély depresszióba estem. És úgy voltam, hogy soha nem fog sikerülni. A negyedik alkalommal megtörtént a csoda, és már egy 8 hónapos kisbaba anyukája. Terhessége nem zajlott zökkenőmentesen. A korábbi sikertelenségeknek köszönhetően végig stresszelte mind a 9 hónapot. Párja mindenben támogatta őt, azt azonban egy idő után nehezen viselte, hogy Niki sokszor ok nélkül aggódott a magzatért. Két hetente jártam ultrahangra. Volt, hogy amikor bepánikoltam, akkor egy héten kétszer is. Nem tudom, hogy mit vártam tőle, talán csak, hogy megnyugodtam, hogy ott van, és látom, és dobog a szíve. Hát a 20. után ő azt mondta, hogy eljön velem nyilván az ultrahangra, de ő már nem is akarja hallani, hogy ez a bajom, az a bajom, mert biztos, hogy nincsen semmi, minden rendben van. 22 pár kromoszoma plusz a nemi kromoszomák. Itt egy nőről van szó, mert 2 darab X kromoszomája van. Egyébként mindegyikből 2-nek kell lenni, egy apai és egy anyai, ugye egyiket apukánktól, másikat anyukánktól örököljük. A biológus állítja, manapság egyre több a Nikijéhez hasonló sikertelen próbálkozás, és egyre több a meddőpár. Ennek oka pedig életmódunkban keresendő. A sok egészségtelen étel és a szorongás megnehezíti a gyermekvállalást. Számos oka lehet ugye a meddőségnek. Tehát itt testi, lelki, hormonális oka lehet. A szakember tapasztalatai szerint akkor van nehezebb dolga a párnak és az orvosoknak, ha a nőnél van a probléma. Éppen ezért a Lombik program sikere nagyban függ a páciens korától. Érdemes tehát minél hamarabb fényt deríteni a sikertelenség okára. 35 év alatti nők esetében 1 év, 35 év felett fél év sikertelen próbálkozás után javasolják a pároknak, hogy látogassanak el meddőségi központba, ahol kiderülhet egy esetleges kromoszómarendszer. Ezek olyan eltérések nagyon sokszor, amikor a két kromoszómának egy-egy darabja letörik és kicserélődik, tehát minden DNS megvan, minden örökítő anyag megvan a szervezetben, nem okoz betegséget ez az adott páciensnél, viszont az ivar sejtjeibe össze-vissza kerülnek be, tehát vagy DNS többlet, vagy DNS hiány formájában. A szülésznőgyógyász is arra ösztönöz mindenkit, hogy minél hamarabb kezdje el a családtervezést. Noha tisztában van azzal, hogy főleg az értelmiségi pároknál a továbbtanulás és a megfelelő egzisztencia kiépítése miatt tolódik a gyermekvállalás. Én azt gondolom, hogy azért 30 éves kor körül azért talán érdemes elkezdeni. 35 éves korig az igazából nagy probléma nincsen. Tulajdonképpen az egész felgyorsul, az a 40 év fölött, 40 év körüli időszak. Az orvos igyekszik megnyugtatni a leendő kismamákat, hogy a teherbeesés nem megy mindenkinek egyszerűen, de manapság számos módszerrel meg lehet könnyíteni a folyamatot, és gyakran tanácsolja, hogy a párok próbáljanak elvonatkoztatni a hőnáhított céltól, amikor összebújnak. Nagyon sokszor esetleg pont egy pszichés gátlás, tehát ugye, hogyha az ember nagyon akar valamit, nem jön össze, egyre inkább ugye pszichésen belelovagolja magát, tiszta
stressz lesz tőle, és akkor aztán azért nem sikerült. Tehát sokszor egy pici lelki nyugalom akár elég ahhoz, hogy utána sikerüljön a baba program. A stressz leküzdése azonban egyáltalán nem könnyű, főleg ha a lehendő édesanyára még a környezete is terhet ró. Béres Alexandra annó nem kürtölte világá, hogy otthon a négy fal között milyen nehézségekkel kell megküzdenie. Nagyon sokan kérdezgették tőlem a médiában, hogy mikor lesz gyerekünk, nincs-e valami gond, és mindig mondtam, hogy mi nagyon szeretnénk. De általában nem hitték el, így legyintettek, hogy hülye karrierista nő, körülbelül ennyit láttak belőlem, nem tudták, hogy mi van a háttérben, hogy mi mennyit küzdünk érte. 7 év telt el, számos vizsgálat és egy sikertelen beültetés után végül teljesült Alexandra és férje legnagyobb álma. A fitnessedző várandós lett első közös babájukkal. Ilyen szituáció egy párt vagy nagyon összehoz, vagy eltávolít. Nekünk szerencsére ez az első valósult meg, mi mindig egy egység voltunk, és amikor abban a fél évben, amikor úgy volt, hogy nem is lehet közös gyerekünk, akkor Krisztián felajánlotta, hogy esetleg egy közeli barátjától kérjünk segítséget, hogy ő lehetne donor. Ezt elvetettük, mert én akkor arra jöttem rá, hogy bármennyire is fura, de hogy én nem gyereket szeretnék, hanem én tőle szeretnék gyereket, és ez még jobban összehozott bennünket. A gyermekáldásért folyó szélmalomharc manapság egyre többeket érint. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a világon jelenleg minden 6. pár meddő, az ijesztő szám pedig évről évre növekszik, így ha hosszas próbálkozás után sem kopogtat be a gólya, nem érdemes a dolgot a szőnyeg alá seperni. Minél hamarabb jön a segítség, annál nagyobb az esély arra, hogy boldog legyen a befejezés. Kis krokodil. Nagyon fölül a foga, már áll, egy perc nyugtuk nincsen, úgyhogy nagyon cuki, imádom. Hogyha nekem azt mondja valaki, hogy egy nap majd lesz baba, akkor lehet, hogyha azt mondják, hogy 20 lombikból lesz, akkor is végigcsinálnám, mert tudom, hogy ő megszületik belőle.